Egy rendkívül különleges hangszer végtelenül érdekes történetét ismertette stábunkkal Stermecki András evangélikus lelkész. Mint megtudhattuk, településünkön talált új otthonra a Felbaki templom feleslegessé vált orgonája. Az 50 éves hangszert magyar szakemberek szerelték szét, majd július végén kamionnal szállították Dunaújvárosba, ahol a jövőben az evangélikus templomban nyerheti vissza régi fényét. A történetnek azonban van egy személyes vonatkozása is, hiszen Stermecki András egy ösztöndíjnak köszönhetően évekkel ezelőtt felbákban tanult és gyakorlatilag 200 méterre bérelt lakást az említett hangszertől. Egy jó másfél héttel ezelőtt lett igazán hírértéke ennek, hogy Dunói városban egy különlegesség van, egy különleges konstellációnak lehetünk szemtanúi, hiszen az ezt megelőző szombaton volt az Orgonák éjszakája, és én erre az alkalomra hirdettem az orgonák éjszakájára azt meg, hogy a Dunai Városi Evangélikus Templom kazzatán gyakorlatilag most két orgona látható, a meglévő, amely itt van a hátam mögött, ami 1997-ben készült az akvinkum orgonaépítő cég által, és ez a templomunk orgonája azóta is. Az orgona, mint a hangszerek királynője, eredetileg gyülekezeti liturgikus zenei kíséretre épült, ezekre épültek. Nyilván egyéb hangversenyeket is lehet orgonákon rendezni. Azóta már vannak olyan nem szakrális, hanem kifejezetten világi koncerttermek, ahol szintén találhatóak orgonák. Ilyen található természetesen Magyarországon is, például a művészetek palotájában, vagy a Liszt Ferenc Egyetemen, zeneművészeti Egyetemen is van ilyen, de az orgona az többnyire istentiszteleti liturgikus énekszolgálatra épül. Mellettem a nemrég ide ö, szállított, ide költöztetett ö, jövőbeni orgonánk játszóasztala látható, mert ez még nincs összeszerelve. Egészen régre kell visszamenni, ö, 51 évvel korábbra, 1970-ben a Németországban